Na, csak köszönjük, hogy a pandorként egy következő videóval, és ma egy új Minecraft videóval jöttem el, ennyi idő után. Egy ilyen horror adventure mappal fogunk ma játszani. Állítólag nincsenek jumpscare-ek a játékban, abban is én nem láttam róla, hogy lennének. Ez a Paranoi sorozat első része, mert hogy ez egy egész sorozat ez a map, tehát a map sorozat van igazából. És nem tudom, ami háj, nem tudom mi a neve. Lényegtelen. Olvassuk is el a sztorit egyébként, ha már itt vagyunk. Igen, amúgy megvan az új setup, szóval most már meg lesz itt minden. Most már újra tudunk Minecraftozni. Walkthrough Big Update. Hello, ez ugye egy ilyen kis segítség a mapra. Szóval ezek spoilerek, hogy lehet egy melyik endinget megszerezni. Szia mindenki, és köszönöm, hogy letöltöttétek a mappot. Újra csinálta ezt a mappot egyébként, mert 5 éve csinálta először ezt a mappot meg, és újra csinálta most, és én a újra csinált verziót töltöttem le. Igen, tehát újra csinálta gyakorlatilag a mappot, erről szól az egész. A resource pack, az nem tudom, hogy megvan-e. World Specific Resource Pack. Remélem, hogy ez a resource pack kell egyébként. Hát ha nem, akkor eléggé szomorul itt most az élet, de hát lényegtelen. És... csak úgy bemegyünk a semmi közepébe. Úgy tudom, hogy valami olyasmi a sztori ennek az egésznek, amit olvastam róla ugye a map letöltésénél, hogy az erdőben vagyunk, és egy elhagyatott iskolát találunk, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Nézzük meg, hogy hova tudjuk lerakni. Orange Bull, hát ki gondolta volna. Skylerrel vagyunk. Akkor csaj karaktert kellett volna hoznom, mindegy. Miért hagyott itt a csapatom ezeknél a romoknál? Azt hittem, hogy együtt kéne maradnunk. Ah, nagyszerű, és most már esik is az eső. Találnom kéne egy menedéket. Ó, valaki itt eldobott egy kulcsot. Talán lehet, hogy ezen az ajtón műkszik. Ja igen, és azt kihagytam a sztoriból, hogy egy iskolai kiránduláson voltunk alapjáraton. Csak hát a csapatunkat elvesztettük. Szerintem eléggé egyenesre csinálta a mappot, hogy tudjuk hova kell menni. Hoppá, ott egy kis resztom. Valamit látok a fák felett. Talán találtam végre egy menedéket. Tehát persze, hogy van egy zárt kapu a megnyitás előtt. Talán le tudom szkenelni ezt a keycardot. Nem tudom, hogy van magyarul a keycard. Hogy átjussak a kapun. Tedd a papírt inventorytba a starter chestből a hopperbe. Mi van? Jó, mindegy. Szóval be kell rakni a hopperbe, az a lényeg, ezt a gate keycardot, és beenged. Itt is valahogy be kéne jutni. Aha, itt be van törve az a kapu. Nagyszerű. És itt is van elhagyatott iskolánk, úgy tűnik. Mozog a föld. Biztos. Ez csak törött akar lenni? Biztos. School uniforms. Úgy látszik, hogy a régi recepció. Talán találok valamit itt bent. Hát pontosan nem találtam semmit. Ezeket elrakom amúgy. Oh! Láttalak már errefelé, de mindig úgy... úgy tűnik, hogy nagyon magad... tehát, hogy magadba vagy. Á, te figyeltél engem? Igen, eléggé új vagyok itt. Próbálom eltávolítani magamat az emberektől. Teljes mértékben magam vagyok. Nem valamilyen ember miatt. Igen, és itt abba hagyta a beszédet. Szóval azt akarod mondani, hogy félős vagy? Az egy kicsit aranyos. Ne aggódj, nem vagyok harapós típus. Szóval bemutatkozás, a nevem Tom. Nagyon jó, hogy találkoztunk. Eliza a nevem, szia, nagyon örülök, hogy találkoztunk, Tom. Ez egy látomás volt, ugye? És még, és nem is vagyok bent egy pár, alig csak egy pár perc. Mi van? 2005-nek a... Na jó van, hagyjál már! Hova kerültem, te jó ég? Jaj, nem akarok jumpscare-t.
Én úgy tudtam, hogy nincs jumpscare, legalábbis szó nem volt róla, hogy van. Memory 2. Hello Eliza, ez az új barátom, vagy ez a barátom Dortje. Vagy Dorottya, vagy kinek? Dortje? Dortje? Mit tudom én. Ő a tagja az egyik zenecsapatnak. Nagyon jó, találkoztunk, a nevem Eliza. Milyen hangszerrel játszol? Bocsánat, ha ez furcsán hangzott. Nagyon találkozni veled, Eliza, általában furujázok, vagy fúvola, vagy furulja a flút. Amúgy elkapta a zene. Jó. A15. Fú, nem látni semmit egyszerűen. Pedig amúgy fel van húzva a brightness, meg is tudom mutatni nektek. Brighton vagyok. Recordings library. Incident of Panarois. Vagy Panarois a neve, ugye? Panarois, ja. Ezeket elviszem, mert nem tudom, hogy valamire kell. Valami incidens történt ugye ebbe iskolába. Október 2010-én volt írva ez a cucc. Három tragédia történt itt. Limitált információkat találsz következő oldalkon. A nem ismert tragédia, úgyis ismerjük, mint a eltűnt tragédia. Ez a rejtélyes ... történet ... arról az nem tudom mi akar lenni. Ja, gondolom around. Tehát körülötte. Ja igen, 1997 és 2000 között történt, körül történt ez a dolog. Gondolom azt akarja jelenteni, hogy around the years of 1900, igen. A legészrevehetőbb áldozat az első igazgató volt. 05-nek a tragédiája, 2005-ben történt ez a tragédia a 10. osztályban, 2005-ben, és emiatt zárták be ezt az iskolát, és ugye iskolának törődnie is kellett a következményekkel. A végső tragédia 2010-ben történt. Mi? Nem már bezárták a iskolát? Horrifying, resulting in paranoid high closing down for a year. Ja, hogy ezt csak egy évre zárták be a 2005-ös tragédia után ezt a iskolát, és 2010-ben meg véglegesen bezárták ezt az iskolát. Szóval 10-es osztályban történt. Insert the keycard down here. Keycardom nincsen. Hol lehet a 10-es osztály egyébként nekik a termük? Mert gondolom... A5... Nagyon semmi nincs. Ó, ott egy chest. Jó, hogy vér mindenhol, az komoly. Keycard. Véres nyilvessző és vérszóda. Keycard 02... Oké, várj, ezt eldobtam, nem? Ja nem, rosszat nyomtam amúgy, és akkor jó. Szóval ezt kéne ide dobni, ugye? Uh-huh. És akkor 10-es osztálynak kéne megtalálni a termét, nem? VVR az mi? Van egy speciális ilyen system, az nem... Elfelejtem, hogy kéne, rendszerük, amit VVR-nek hívnak. Kaptak egy heti feladatot, amit el kell végezniük a hétvégére. Vagy pedig büntetésbe kerülnek Mr. Down-nak a office-á, tehát a irodájába, és azt nem akarod. Szóval, és Eliza mondja, hogy oké, akkor mindent megteszek, hogy időbe elvégezzem. Oh! Póló! Jó, nem kéne a testről lopkodni. Nem kéne hullarablónak lenni. Nem is tudom visszarakni már. Kis vérátömlesztés nem kell nektek? Nem? Adok nektek, pedig van még bőven. Ó! Nem is néztem, hogy kiírta az eddigi könyveket egyébként. Ja, hogy őket csak a Fallen Legend, gondolom, aki csinálta a mappot, viszont ezt a könyvet Elizának a szelleme írta. Csontfázak. És az a neve a könyvnek, hogy ne bocsáss meg neki. Miért tetted ezt velem? Velünk. Amit velünk tettél, soha nem fogom neked megbocsátani. Bárki is vagy. Soha. Jó, kedves lány volt ez az Eliza. Ezek szerint. Gondolom még mindig itt van, és azt hiszi most, hogy én vagyok a szellemi, vagy hogy én vagyok a gyilkos, azt most
ja, ki fog engem nyírni. És az lesz a bad ending. Valami furcsa van ezzel a osztállyal kapcsolatban. Van egy intenzív érzésem, ami közelebb hoz a megoldást, tehát a célomhoz. Próbálom itt hagyni ezeket a könyveket. A Successors azt gondolom ilyen utóbbi, tehát hogy utódoknak, vagy nem tudom, hogy minek mondjam, a szerencsétleneknek, akik itt lesznek, hogy hát a segít nekik. Ezt kiírta amúgy. Bodia írta ezt a könyvet. A 30-as szoba. Itt húsi van. Ó, kenyér még. Szépen végigmegyünk itt a dolgokon. Gondolom ez most ilyen story, murder mystery cucc igazából, hogy ki kell találnunk nekünk úgy útközben, hogy ki lehetett az, aki ezt az egészet csinálta nekem. Ez a Tony gyerek egyelőre, vagy Ton. Ton volt a neve, vagy Tony? Ton. Aki nekem egyelőre egy kicsit gyanús, de hát meglátjuk. A mongusz. Ezek még mindig nem tudom, mik ezek mik akarnak lenni. Ezek valami hűtők, vagy nem tudom. Ja, lehet ezek szekrények. Az benne van a pakliba. Canteen, az nem tudom mi. Ez is kell egy keycard, jó, hát akkor erre sem megyünk. Ó, itt is van egy fej. Szerintem adventure-be kéne lennem. Nem szedtem le. Ide még mindig nem tudunk bemenni, ugye? Bocsánat, nem akartam zavarni. Elnézést. Csak poénba jöttem erre. Egy láthatatlan erő visszalök téged, de biztos van egy másik mód, hogy felkerüljé. De jó. Nincsen valami kar nálam, vagy valami? Most ne csesszél már, hogy oda kell mennem a WC-be hozzá. Ó, itt nem vettem észre egy chestet. Susan írta ezt a régi naplót. Mi történik? Mindegyik barátom meghal egyesével. Ugyanakkor minden nap. Szerintem igazak ezek a pletykák, vagy ez a suli. Ez el van, tehát hogy ez... hát el van átkozó inkább az, hogy szellem járta, kísértet járta. Az a nap óta, mióta megépült. Mit tehetek, hogy megállítsam? Ki kellene találnom valamit. Március 2000. Ho! Canteen keycard, jó! Ezért tudtam visszajönni ebbe a izébe. Látomásba. Ja, akkor már amúgy egy kicsit kiegészítelek titeket, hogyha már... Opa. Értitek, tehát, hogy azért... Csak hogy... Tudjátok... Visszakapjátok a fejeteket, na. Ez volt a Canteen. A negyedik memória. A harmadikat kihagytam, vagy az volt a... WCV-be. Ez mi? Tízes szoba kulcsa, az nagyon jó. Még egy kis vér, meg egy pont. Ezek a osztálytársaink Morris és Sjunk. Sjunk a Canteen boltban dolgozik. Megbizonyosodok róla, hogy beszélek veled, amikor veszek ott egy szendvicset. Jó találkozni veletek, Eliza vagyok. Mindkettő azt mondja, hogy nagyon jó veled találkozni, és Sjunk azt mondja, hogy ez egy kicsit furcsa mondat, na mindegy. Miért nem mondasz el még több mindent magadról, miközben eszünk? Persze. Jó, itt mik vannak? Egy gomb a minishophoz. Romlott alma, annyira öreg, mint ez a építmény, és kis penész. Várjál, ez mire lehet? Kvarcra, akkor az pont ide. És semmi. Szegnek a vére. Emberi hús. Új főzelék. És úgy új, mint... igen. Kaja. És egy papír, amire rá van írva, hogy ez nem túl finom. Mi történt?
Nem emlékszek semmire. Felkeltem és ebbe a minishopba voltam. Ne, be van zárva az ajtó. 10 nap már elmúlt, senki nem volt a iskolában, teljesen üres. Megpróbáltam letörni az ajtót, de nem működött. Utána megpróbáltam ablakot is betörni, de túl kicsi volt, hogy átférjek. Remélem, hogy valaki jön majd és segít. 30. nap, eltelt egy hónap, és még mindig senki nem jött. Remélem, lassan megtalálnak, de még mindig van egy csomó kajám. 55. nap, elfogyott a kajám, most már csak egy kis vizem van, és egy nagyon pici kaja, és ennyi igazából. Már tudjam is, hanyadik nap. Haha, soha nem tudtam, hogy az emberi hús ennyire jó, és ez a vér is, de jóságos ég. Jó, szóval megkattant az, aki ide bekerült, ki érte ezt a naplót, ez a Szügyeng volt? Aha. Szügyeng volt ez, aki írta ezt a naplót. Jó, takarodjunk ki. Ó, szóval ő a saját vérét itte és a saját húsát ette gyakorlatilag már. Nagyon barátságos sztoria van eddig ennek. Én Adventure Mappet kerestem, de ez lett belőle. Kíváncsi vagyok már amúgy, hogy mi lesz ennek a sztorinak a vége. Tekintve, hogy amúgy még van belőle, vagy 5 rész egyébként, 5 külön map. A kert. Ez itt a kert. Ez itt a kert! Jó, akkor menjünk el a 10-es osztálynak a terméhez. Oh! Szia, Liza, tudod, hogy 5 éve egy borzasztó incidens történt itt? Úgy hívták, hogy a 05-ös tragédia. Nem sokat tudunk róla azon kívül, hogy ebbe osztályba történt 2005-ben. És ugyanebbe osztályba vagyunk mi is. A rendőrség soha nem fejezte be a nyomozást, de bezárták ezt a régi osztálytermet. És ezért vagyunk mi terem nélkül. És most kell sötétnek lennie? Aj, ez egy jumpscare-re felizé készít. Ez borzalmas, már nem tudom, hogy vagytok vele. Mondjuk már csak 2 percig tart a blindness. Nem lehet valamivel levenni. Ja, ez az ending item amúgy. Szügyangnak a vére. De le lehet ugrani. Várjál, parkőr? Nem. Ó, akkor ugorjunk le. Au. Szóval ezt nem kellett volna? Nem. De legalább lekerült rólam a effekt. Még több csont. Ez egy secret item, Larissának a gemje. Elrakom ezt a koponyát. És a Inner Gardenbe a keycard. Hát ez lenyűgöző. Nem tudok ide valahogy felugrani. Például ne legyen ennyire nehéz kijutni. Ó! Oh, secret chest. Ó! Oh, erről a kristályról ír. Larissa. Nagyon félek. Miért hagytam, hogy elmehessek mindenki elől igazából? Jobban jártak volna, hogyha George megy és megtalálja ezt a kincset. Miért ilyen sötét ez a szoba? És ez a sok pókháló mindenhol ott van. Remélem nem jön egy nagy pók. Hm? Mi ez a hang? Ó, gyerünk Larissa, meg tudod csinálni, csak képzelődsz. Csak fókuszálj arra, hogy visszaragd a... hát itemet hogy fordítsam. Ennek annak kell lennie. Ez a gem, amit kerestünk. Végre, most hagyjussak ki innen gyorsan. Oké. Okay. Takarodó. Hopp, nem erre. Hopp, nem is erre. Hova kéne menni? Így. Halló! Normális az ilyen? Hűha!
Semmi gond nem történt. Lényeg, hogy nincsenek jumpscare-ek. Lényeg, hogy nincsenek jumpscare-ek, ugye? Letöltöttem egy horror mapot. Mit várok? Mindegy, takarodjunk vissza a kertbe. Jó, amúgy itt most tényleg nem számítottam jumpscare-re. Van, amikor sokszor számítok, mert ezt láthattátok a halloweeni videómban is. Most nem számítottam egyáltalán rá. Kim vagyunk. Ennyi, nyertünk. Hatodik memória. Én csak érdeklődnék, hogy már van-e szobatársad. Nem nagyon. Hát ennek a iskolának a épületei úgy vannak, hogy minden nemnek. Szóval érdeklődnék, hogy akarsz-e egy helyen lenni velem. Ó, persze. Mint hogy tök mindegy. Jó, akkor itt Tom meg Eliza egymásba szeretnek, és Tom megöli őt. Ez a sztori. Remélem. Elvis, hát, hogyha eltalálom, akkor biztos, hogy valami ajándékot kapok, vagy nem tudom, Mikulástól. Ó, te ki vagy? Nem írja sehol se a nevet? Na, mennyire uncsi. F to pay respect. Sajnálom, nem élhette túl mindenki. Ez is itt játssza izét, a földkijövőset. Ez lenyűgöző. Itt mi van? Ó, erre van a épület. Igazából erre vannak a szobák. Meg a edzőterem is. Hopp, itt mi van? Rejtett szoba. Most már figyelek azért a rejtett cuccokra, mert most megtaláltam ezt a secret gemet, ugye? Mondjuk meg is ijesztettek utána, szóval szerintem. Ó! Oh. Milyen kedves kis üzenet. Té, ez a izé, edzőterem. Soha nem felejtem. Mi történt el itt? Vagy mi történt el itt? Soha nem felejtem el, mi történt itt. Soha nem felejtem, mi történt el itt. Egy tehén. Paul. És egy nagy sárga paca. Ja, ez gondolom a épület. Aha. Hetedik memória. Ez az igazgató, aki most itt beszél. Mindenkinek ki kell takarodni az épületből. Megismétlen, minden tanítvány menjen, vagy tanítvány tanuló menjen ki az épületből most azonnal. Mi történik, Ton? Hallottam, hogy valaki elment errefele, ezért húztalak be ilyen gyorsan. Azt akarom, hogy biztonságban legyél, szeretlek. Az gyors vallomás volt. Gratulálok, Ton. A Light Skin Riz Tonnak megvan. Sziasztok, diákok! Meg akarom köszönni, hogy ilyen gyorsan ide tudtunk gyülekezni. Van egy szomorú hírem. A tizedik osztálynak a tanulója Cis, vagy Ces, vagy nem tudom. Őt megtaláltuk a szobájában, de nem volt már életjele. Küldtünk oda rendőröket, és a maradványait visszaküldtük a családjának, és egy perc néma csöndet kérünk. Hát ez lenyűgöző. Save us. A gem? Vagy minek kéne itt lenni? Erdarissának a gem-e vagy? Vagy a VR, vagy mi lenne? Majd csak megtudjuk. Ezt is Bodia írta. Mit írt még Bodia? Ja, az második journalt. Egy szellem vagyok. Egy másik szellem elkapott. Megpuftultam. Nem hagyok több túlélőt. Ha ez történt velem, ez történik mindenkivel. Figyelj mindig a hátad mögé. Egy ablak. Még emberként eldobáltam könyveket, találd meg őket.
Jó van, nem kell itt izélni, parancsolgatni nekem. Budi. Az most pont kell. Jó fürdő. Ez egy törött tükör? Vagy ez mi akar lenni? Szia, te ki vagy? Most meg fogok dögleni? Nem, jó. Még egy szellem. Milyen barátságos ez az iskola? Itt már víz van. Ez most már egy kicsit kedvesebb zuhany. Mondom, az a hideg víz, azt lent meg a meleg víz. Nem itt jöttem? Mindegy. Nem is értem. Ötödik dorm. Itt is csak ágyak. Ami mi van, hogyha csak ledőlünk aludni és hagyjuk itt az egészet? Zárjuk be ezért a ajtókat? Aludtunk vége a játéknak. Mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek, tetszett, akkor lájkom, akkor is lájk, ne felejtsétek feliratkozni, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!